Van-e valakinek valami tudása erről már? Hát a kicsit is összerakjuk.
Sok kicsi. Hát csak az osztrák-magyar monarchia elnyomta ugye a magyarokat, ugye az osztrákok voltak. Na meg van, keresünk. Hát ez a Petőfi, őt már ismerjük, köszönjük. A Vasvári pár, ő is egy ilyen fiatal ember. Ott van, megvan nekünk Kossuth-tunk. Nagyon jó. Jó, aki tudja, az énekel neki. De ez még a kisebbek sem látták mondani, ez egy lándzsa, persze. Tehát vagy úgy használták, mint egy ilyen lándzsát, vagy pedig tudtak vele lőni. Azonban ebben a korszakban még az a lövöldözés, ez elég nehezen működött, mert ezek még ilyen elég régi fegyverek, ezeket úgy kellett mindig külön, minden lövés előtt megtölteni. Ha benéztek ebben a vitrínben, ott megjött azok kis papírcsomagokat, olyanok, mint ilyen szaloncukor lenne, vagy nem tudom, ilyen kis csomagok vannak. Na, ezek voltak a töltések. Ez nem ilyen bábú, hanem az alsó része, az a nagy vastag rész, az a lőpor. Mi lehet a feje? Várj! Mi lehet a feje? Mi kell, hogy tudjak lőni? Kell hozzá puska, kell hozzá lőpor. Mi kell, hogy azt tudjak lőni? A golyó így van maga, amit kilövök, az lesz a feje. Kő, úgy hívnak, hogy hova kő. A kovakőnek az a jó tulajdonsága, hogyha jól van beállítva, remélem, hogy jól van, akkor tud sziklát csiholni, ide kell majd figyelni, nem lesz hangos, csak reméljük sziklázni fog. Látjátok? Látjátok itt a sziklát? Még egyszer megpróbálom.
figyelj, ezt itt lesz majd egy kicsi szikra. Látod, kicsi villanás? Na ez a szikra meggyújtja a lőport, felropad itt és kilövi a golyót. Hát ez egyébként egy elég lassú folyamat volt, mert minden lövésnél le kellett tenni. Elővenni a kis csomagot, leharapni, leszórni, benyomkodni, kihúzni a botot, letuszkolni, visszarakni, fölemelni, újra fölhúzni. Abban ugye a kard az egyenes, a szabja pedig kicsit el van kötve. Így van, a szabja úgy mondjuk szépen egy hívelt a fenyér, tényleg romlott a kövölbe. Hát ez az híve lesz, ami miatt ez szabja és nem kard, igen. Jól van. Tehát erről van, kell egy kicsit másik is kell vele harcolni, mert azért hívelt a fenyér, hogy az emberi tud vele így csapni, szépen megy az híve. Tehát ahogy eltalálunk az ellenséget, így végig tudom várni vele, ez egy főleg ilyen vágó fegyver. A kardok általában azokkal nem így vágtak, hanem azok így oda vágtak, vagy pedig szúrtak. Hát legyen szobjával a fejlet vágják. Ez van nagyon, igen, akár csinálni, hát. Meg várni másnak. A lényeg az, hogy ezzel én nagyon ügyesen kellett vívni ezzel a fajta fegyverrel. Mi ez a piros az? Én úgy jelenti, hogy kardoknak hívják, de vajon mire lehet jó? De így van, még van egy ilyen kis pöcke, és ezt lehet beledugni az embernek a kezét, és akkor rá tudta húzni, hogy ne essen le. Nyilván hozzád lóhákon volt, hogyha leesett a farja, akkor az elég kellene, hogy akkor le kellett pászni, meg kellett fűbe, viszont nem lőtt olyan messzire. De ez is lehetett lőni. Egyébként a huszárok ezt nem annyira használták, mert hogy nehéz volt megtölteni, ezért ők inkább a karddal szerettek verekedni, az volt a főfegyver, de azért volt náluk egy karabé, illetve minden huszárnak volt kettő darab pisztoly, ez nem csak huszárnál volt, hanem itt a huszár előtt a nyerekre volt fölrakva egy pár pisztoly, ami szintén ugyanolyan, mint ezek ugyanolyan, a puska, előre kell megtölteni, egyesével úgy lehet lőni, ennek még kisebb a lőtávolsága. Ez ilyen, hát olyan 4-5 méter. Közeli fegyver, így van. Kicsit messzebb, mint a kard, de azért nem nagyon. Van egy csápója, így van. És még van két kabátja, ami nagyon jelentes. Hogy? Hát ezt sem megyek, nem sátorni nem tudom. Amit akartam mondani, hogy hívják mente. Hát ezt hívjuk mentének, és ami alatta volt, ez volt a dolmány a huszárokon. A mentét nem azért hordták így, mert meleg volt, és nem is azért, mert rettentően vagány, bár rettentően vagány, hanem egy másokkal volt. Ezt a golyót. És így tudta
hát kiugatni az ellenséget. Ezben nagyon nagy volt, tehát nem volt nagy a bolyó, de azért ez a rendelően erős volt. Na, akkor csak a kozmetőjét ismerjük. Kossuth Lajos, azt üzente, elfogadta a regimente, amíg egyszer azt üzeni, mindjártunknak el kell menni, éjjel a magyar szabadság, éjjel a haza. Esik, esik a rikán, Kossuth Lajos parakjára, Márhány cseppesik rája, annyi állás szálljon rája, éjjel a magyar szabadság, éjjel a kicsoda, mint szokták? Hát igen, mert főleg ebben a korszakban, meg itt a régebbi korokban nem volt még ilyen rendes ellátás, nem azt ették, amit ott találtak. És hát igen, néha ellopkodták, hogyha nem kaptak enni valót, akkor ellopták a helyiek, és azt tették meg. Hát néha azért sem állnak, de ez nem szép dolog. Mondjuk.